Hát először is nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal jelentkeztek a kiválasztónkra a gyerekek, és külön köszönet a szülőknek, hogy elhozták és ezt a délutánt erre rászánták. Hát elsősorban mi a technikai, taktikai tudást néztük ezen a kiválasztón, és tulajdonképpen három részre osztottuk, volt az elején egy bemelegítő rész, volt egy atlétikai képességfelmérés tulajdonképpen, utána labdás gyakorlatokat hajtottunk végre, cselezéseket néztük. Ilyenkor arra vagyunk kíváncsiak elsősorban, hogy a gyerekek milyen képességgel rendelkeznek, cselezőkészségbe, technikai tudásba, átadások minősége, labda átvételek minősége, passzok minősége, és utána egy ötöterni játékkal zártuk a kiválasztót, és szándékosan nem 6-6 ellen játsszuk a gyerekeket, hanem 5-5 ellen, mert ilyenkor a cselezőkészség, az egy-egy elleni játék, a 2-2 elleni játék, a beállóval való kapcsolat, átlövő szélső kapcsolat, ezekre inkább vagyunk kíváncsiak, mint a különböző taktikai dolgokra. Úgyhogy örömmel láttam, hogy azért a gyerekek körülbelül egynegyede azért számíthat pozitív elbírálásra. Nyilván amennyiben úgy döntünk, hogy visszahívjuk őket, akkor még lesz egy fizikai felmérés, különböző teszteken kell átesni a gyerekeknek, de az már remélem, hogy csak arra szól, azt a cél szolgálja majd, hogy milyen minőségbe kell a szakmai munkát majd elkezdeni ezekkel a gyerekekkel.